Bejelentés az Audi Arena média termében újabb nagy lépést tett az első osztály felé vezető úton a most még másodosztályú győri férfi kézilabda klub. A zöldfehérek az Európában is jól ismert Szegedi Akadémiával írtak alá megállapodást, amitől nagyon sokat várnak. Az elvárás az, hogy a tehetséges fiataloknak egy további lehetőséget tudjunk biztosítani, úgyis, mint a saját karrierútjuk kiépítésében, és úgyis, mint a sportnak a világában. Ezt tűztük ki kiemelkedő céljainkon, természetesen a két klubnak, a kutatásfejlesztéseknek az előkészítésében, megvalósításában óriási szerepe volt. Onnan indultunk el magával a PIK Szeged Akadémiával, hogy hasonlóak voltak az értékelveink. Ők is a munkába hittek, a fejlesztésbe hittek, az innovációban, és úgy gondoltuk, hogy akkor a különös gondolkodásunkat, a különböző szakmai irányelveinket tegyük össze, és alkossunk ebből egy egységes koncepciót. Szegeden is ismerik és elismerik a Győrben zajló szakmai munkát, ezért is léptek szövetségre az Etóval. A megállapodás több mindent is tartalmaz, amiből mindkét fél profitálhat majd. Az elsődleges szempont az, hogy a akadémiáról kikerülő játékosoknak nincs meg az a kellő tapasztalata, tudása, ami nekünk a felnőtt csapathoz szükségeltetik. Ehhez keresünk olyan kapcsolódási pontokat, ahol van minőségi képzés a szakmai képzésben is, illetve mellette a civil szférában is tudnak haladni a fiatalok, hiszen nem lesz mindenkiből BL-sztár. Én úgy gondolom, hogy ez azért lehet egy nagyon hasznos együttműködés, mert most is az idei szezonban is lesznek olyan fiatal játékosok várhatóan itt Győrben, akik Szegedről teszik át ide a székhelyüket, vagy korábban Győrből jöttek Szegedre az akadémiára, és most kerülnek vissza. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből mind a két klub tud profitálni, hiszen nekünk, mint akadémia, az küldetés, és hogy a magyar játékosokkal föltöltsük a magyar élvonalat. Győrben 9 éve indult el az a munka, aminek gyümölcse lehet az első osztályba jutás. Erről már az Agrofeed Eto Uni Győr klubvezetője beszélt az aláírás kapcsán. Nagyon bízom a fiatalokban, itt mögétek nézek, itt ülnek a srácok. Nekik az a fajta hektikum, ami a fiatalságot jellemzi, ebbe kell fejlődniük, hogy egy konstans, állandó teljesítményt, ha tudnak nyújtani, akkor még stabilabb tud lenni ez az alap, és megfelelő tudású, idősebb játékosokkal kiegészítve a csapatot, ami az én fejemben úgy alakulna, hogy kétharmad fiatal és egyharmad idősebb játékos, akkor én azt gondolom, hogy egy hosszú távú olyan csapatot tudunk itt Győrben magunkénak, aki szerethető. A csapat most is ott van a dobogó közelében, így a feljutás akár már idén összejöhet, a célok elérését pedig jól szolgálja a szegediekkel kötött megállapodás is. Én is az egyetemnek a tanulója vagyok, szóval fontosnak tartom én is ezt a kettős életpályát, amit itt felvázoltak. Azt gondolom, hogy sok kortársamnak ez szintén szimpatikus lehet, tehát ez mindenképpen pozitívumként vetít a jövőre nézve. Személy szerint jól érzem magam nagyon a csapatba, élvezem a játékot, szeretek itt lenni, és mindenképpen azon vagyunk, hogy a céljainkat elérjük, és tényleg, amit mondtál, hogy NB1-es mérkőzésre beszélgethessünk majd. A sajtóeseményen elhangzott, az együttműködés a tehetséggondozást és a kutatásfejlesztést is hatékonyan szolgálhatja. Előbbi már csak azért is fontos, hiszen Győrben az a cél, hogy ne csak a legjobbak között szerepeljen a csapat, de közben diplomát is tudjon szerezni minél több játékos.